Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a heti libazsírt, és most egy szolgálati közlemény következik. Nem budjantunk meg, kérlek, Tomi, mutasd meg, hogy egyformák vagyunk a Katival. Kessler nővérek. Mint Aliz és Ellen Kessler, mondom azoknak, akiknek ez még jelent valamit, de reméljük, hogy a nézőink többsége nem tudja, hogy két iker nőről beszélünk, akik azt hiszem ilyen varieté fellépők voltak a 60-as években, és nagyon híresek voltak. Nekünk benne maradt a nevük az agyunkba, és azért öltöztünk egyformán, mert ezt az én ruhámat Kati egyszer azt mondta, hogy hú, ez neki nagyon tetszik, és a szülinapjára minden erőmet latba vetve beszereztem Balatonról, és hogy miért október közepén vettük fel a kis matrózruhánkat, arra a magyarázat már megint a kolléganőm, hogy azért, mert ő azt mondta sokáig, hogy még meleg van, még hagyjuk, mert hosszújú, és hát most volt először nem meleg, most viszont rohadt hideg van. Úgyhogy nem tudjuk rendszeresíteni, hogy egész téren ebben... Nem, ez biztos, hogy nem. Pedig ahhoz munkaruhának szántam, hogy ez lett a libazsíros munkaruhánk. Ám de... Ennyit a külsőnkről, amit hamarosan majd más ruhák követnek a következő heteken. A lényeg, aki ma itt van, az Rényi Ádám író. Nekem nagyon jól esik azt mondani, hogy író, mert az egyik novellája, ami az címadó, az egyik kötetének a címadó novellája, az Osztálytalálkozó, az azért volt jellegzetes, mert ebben nagyon jó novella, nagy csattanóval kifejtő, hogy mennyire rühelik egymást az osztálytársak. Örömmel jelentem fiam osztálytársát, Rényi Ádámot. Nekem holnap lesz osztálytalálkozóm, és egyébként ez az osztálytalálkozó, ez nyugodtan lőjük el a végét. Nem lőjük le, de azt egészen biztosan állítom, hogy te szívesen játszol a halál gondolatával, tudod? A Woody Allen mondta, hogy, hogy én nem félek a haláltól, csak nem akarok ott lenni, mikor jön. És ez többször visszaköszön az előadásban is, ami a 6 színben van, egy remek előadás, a hosszú élet titka, hogy félsz a haláltól, azért beszélsz nagyon sok novelládban ennyit. Igen, bocsánat, csak megragadom az alkalmat, hogy szót kaptam, hogy köszönjek, mert azt eddig nem csináltam, tehát köszöntöm a nézőket. És ez így lesz a továbbiakban is. Igen, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Mindjárt is köszönhetsz, és a többit kibeszéljük, jó? És hát igen, én azt szoktam mondani, hogy ugye én ilyen rövid történeteket, úgymond tárcanovellákat írok, és ugye ezek tényleg csak néhány oldalasak. És nagyon fontos, hogy attól még, hogy rövidek, attól még legyenek erősek. Tehát, hogy nekem kicsi időm van, kicsi helyem van ahhoz, hogy megteremtsem a történetnek a tétjét. És ugye minden történet akkor működik, hogyha van tétje. És nyilván nincsen nagyobb tét az életünknél. Tehát a halál az tudom, hogy ez csúnyán hangzik, de hogy az egy ideális tét. Tehát, hogy az egy... Elég komoly ahhoz. Az egy komoly tét ahhoz, így van, komoly tét ahhoz, hogy egy történet működni tudjon. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindegyikben ez van, de valóban többször visszaköszön. De egyébként egészséges 40-es, vagy egyetlen gondolatot sem valóságosan topog a halál körül? Hát igazából ezt azért nem mondanám. Tehát, hogy egészséges 40-es vagyok, ami azt jelenti, hogy szedek vérnyomás csökkentőt, meg mit tudom én, csavlekötőt, meg szóval ez a fajta egészséges 40-es vagyok. Valamit csináltok veletek a kölcseibe, mert most akkor kiszolgáltatom az én fiamnak az egészségügyi adatait, ő is szed vérnyomás csökkentőt. Tehát, vagy menedzserek voltatok mind a ketten, és nem, ezt nem bírjátok? Nem, én azt szoktam mondani, hogy ugye mindenki fél a 40-től, a 40-től nem kell félni, a 45-től kell. Szerintem onnantól indul el valami, ami csak az ember mindig csodálkozik rajta. Tehát hol a szemüvegem, az egyik szemüvegem helyett már a másik szemüvegem is kell, mert már nem csak távolra, már rövidre is kell. Jó, hát az öregséggel is foglalkozom. Szóval, hogy ez valóban, ez rész. Tehát, hogy nem, tehát, hogy, de visszatérve csak, hogy komolyabban véve a dolgokat, hogy nem mondom azt, hogy nem félek a haláltól. Tehát, hogy ez nem lenne igaz. Egyrészt nyilván a Covid az számomra így ilyen sokszerűen tette közelivé ezt. Tehát, hogy én valóban soha korábban nem gondoltam arra, hogy én valaha meghalhatok. Pedig azért ez... Közeli ismerősöd halt?
haltak meg. A Covid-ban egyébként nagyon közeli, szerencsére nem, de ezekben az években sokakat, vagy többeket elveszítettem. Meg hát az, hogy attól, hogy nem halt meg valakim, attól még folyamatosan féltem, hogy megfog. Tehát az, hogy ez megtörténhet, ezzel azért nem nagyon számolt az ember korábban. Másrészt pedig, mivel van két kislányom, ugye ez egy folyamatos szorongás. Két kislányod, akit kell... el szabad mondani, örökbefogadtató. Igen, tehát hogy ott kell lennem, tehát egyszerűen élni kell, mert őket fel kell nevelni. És ez egy nehéz döntés volt az örökbefogadás? Eldöntöttétek, és akkor... Igen. Hát ez egy egyszerű dolog volt valójában. Most nyilván ezt sokan gondolják, hogy ez mögött mindig ilyen nagy drámák és tragédiák és kompromisszumok vannak. Ők vérszerinti féltestvérek. Uh-huh. Tehát a szülőanyjuk azonos. De hogy a mi történetünkben nincsen semmi igazi, a mi részünkről legalábbis nincsenek nagy mélységei. Az a cél, hogy a gyerekekében se legyen, hiszen nyilván nekünk sokkal egyszerűbb ez. Elmondtátok már nekik? Igen, de hát a maguk szintjén, tehát hogy nyilván azért még tehát azért még nem olyan nagyok, tehát hogy még biztos, hogy vár ránk néhány beszélgetés erről. Még visszatérnék egy pillanatra a novellákra, hogy ez csupa hétköznapi történet, az már te vagy, hogy a végén akkora csavar van, hogy az ember majd leesik a székről. A színházban is a novelláidból készült az összeállítás, hogy ez mind megtörtént eset? Mert én úgy érzem, hogy akár velem is megtörténhet egy csomó dolog. Hát azért én így kapásból felidéznék egyet-kettőt, ami nem megtörtént eset, mert például a Holtából nem szokott becsöngetni senki a saját özvegyéhez. De az előzmények azok olyanok, hogy valahol ezzel kell, hogy találkozzál, persze. Azt mondanám, hogy az eseteknek, vagy a történeteknek a 90 sok százaléka az teljesen fantáziám szüleménye. Van olyan, ami tulajdonképpen nem is megtörtént, de elmond egy olyan történetet, ami hasonló ahhoz, ami megtörtént. Inkább azt mondanám, hogy nekem, hogy is mondjam, én szoktam mondani, hogy én egy ilyen kispolgár vagyok. Én ebben a kispolgári világban érzem valahogy jól magam, egy kicsit az a kor, ami engem izgat, az nem annyira a saját korom, mint egy kicsit korábbi kor. Tehát ehhez képest országos tévécsatornánál dolgoztál. Most más, is igen, de ez komoly más, beosztásod ez van. Más, a más kispolgároknak az, amikor, lehet komoly beosztások, igen, más, amikor, az egy életfelfogás. Igen, szóval más, amikor az ember ír, és más, amikor, tehát hogy rám nagyon nagy hatással voltak mindig a nagyszüleim, az ő világuk, uh-huh. az ő problémáik, az ő környezetük, az ő mondataik. Tehát nekem nagyon sokszor érzem azt, hogy egy-egy szituációban a nagyszüleimnek egy-egy élethelyzete köszön vissza. És engem, hogy mondjam, én bennem van egy ilyen nagy adag földhöz ragadtság, olyan értelemben, hogy engem nem nagyon érdekelnek ilyen történelmi filmek, könyvek, tehát ami régen játszódik. Nem érdekel semmi, ami a jövőben játszódik, az egyáltalán. Jaj, az engem sem. Engem az érdekel, ami most, ami velünk történik, vagy aki az elmúlt egy-két generációval, mert az amit közel érzek magamhoz. És na, te vagy az én emberem életfelfogásilag, mert nekem nagyon bejön. Viszont ehhez képest az, hogy te csináltál egy könyvkiadót Bárdos Andrással együtt, az azért meglepő, mert mindaz, amiből sikeres lett ez a könyvkiadó, vagy azok a szerzők, azok ugyan a MÁ-ban jelentékenyek,
de ahhoz mégiscsak valami kis jövőbelátás kellett, hogy ti belépjetek az én időmben mondjuk a modern könyvtár, a 60-as évek modern könyvtárának a filozófiájába. Tehát az, ami éppen nyugaton megy, sőt, előszeretettel abba, ami éppen Amerikában megy, az nálatok megjelenik, és akkor hirtelen csak azon kaptam magam, hogy az én nagyon kedves Updike-om az egyszer csak a ti kiadótok égisze alatt van új, azt hiszem fordításba is még ráadásul, mintha valami. Nem, az Oster, vannak új Oster fordítások. Lehet, akkor én összekevertem, de szóval minden esetre a meglévő 35 évvel ezelőtti kedvenceim ott bukkantak föl, és a most nagyon menők, azok is nálatok bukkantak föl. Ez nem annyit jelent, hogy a te nézőpontod kispolgári lenne, annyit jelent, hogy hol érzed magad komfortosan, de van egy agyi részed, ami nem eszerint működik, gondolom én. Hát illetve ugye, ugye én, amiről most beszéltem, az inkább az írói világom. Az, hogy nyilván én a könyvkiadónak társtulajdonosa vagyok, az, hogy ott milyen címek jelennek meg, annak egy részére van hatásom, egy részével pedig egyetértek, és elfogadom mások döntését. Nem te válogatsz, hanem a szerkesztőitek válogatnak? Egyrészt András, másrészt a főszerkesztőnk válogat, illetve hát vannak olyan címek, vannak olyan szerzők, akik rajtam keresztül, főleg a magyar szerzők. Te a magyar szekciót viszed? Te hát vagy a Mautner Zsófi, saját magad? A Mautner Zsófi, saját magam, a Kordos Szabolcs, a Dezső András. Uh-huh. Dezső András az egy, igen, Merkel, nálunk Dávidék, is volt, vagy nálam a Porti könyv, az nálatok? Igen. Tehát, még visszatérnék a színházhoz, hogy egy szép napon úgy döntöttél, hogy elmész a Hadszínbe, bekopogsz Földvári Péterhez, és azt mondod, hogy ez itt van, ezek a novellek, ezek színpadra teremtődtek. Valahogy sőt, így. Még volt annyi önbizalmad, mint megtudtam, hogy azt mondtad, hogy ez a színésznő játssza, akiről senki nem tudta, hogy ki, de azt mondtad, hogy ez vidéken egy zseniál. Egyébként jó, igazad volt. Szóval hogy történt ez a kaland, hogy te... Mióta vihet az író színésznő? Mert mondjuk 1570 évvel... De nem ráírtad, csak miért... Nem, ez úgy volt, hogy én írtam ezeket a novellákat, közben megjelent az első kötetem, aztán megjelent a második is, és van nekem egy barátom, Lengyel Andornak hívják, aki rendező, de ő ilyen filmes, reklámfilmes, klipes rendező. És valahogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy esetleg ezek a történetek hogyan működhetnének filmen. Hát egy ilyen sketchfilmen. Sketchfilmen, igen. És egyet meg is csináltunk, egyet leforgattunk ilyen pilot-szerűen. És aztán elkezdtünk még így tovább gondolkodni, meg láttuk, hogy ez a film dolog, ez jó dolog, de nagyon sok pénz kell hozzá, és kapcsolatrendszer, és minden, és nem abban az időben élünk, ahol ez annyira egyszerűen megy. És akkor én nekem támadt ez az ötletem, hogy mivel én egy... hogy mondjam, egy fanatikus színház rajongó vagyok, egy időben egyébként színikritikákat is írtam, és nagyon közel áll hozzám a színház világa, hogy mi lenne akkor, hogyha megpróbálnánk ebből valami színpadi dolgot csinálni, annak ellenére, hogy ugye ez nem egy klasszikus értelemben vett színdarab, hanem... Hát az hanem, is hogy... olyan, mint egy sketchfilm, az egész előadás. Igen, tehát hogy egymás után tenni különböző hangulatú és különböző hangulatú történeteket, amikben a színészek más és más szerepeket játszanak, és ez kiad valami fajta egységet a végén. És valóban bekopogtam a Földvári Péterhez. És ő a Hadszínnek az igazgatója, vezetője, így van, és hát ezt felvetettem neki. Annyi szerencsém, hogy egyrészt már ismertük egymást, tehát nem az utcáról ismeretlenként, másrészt pedig ő az egyik könyvemet addigra már olvasta, és hát egy ilyen koprodukciót ajánlottunk, és akkor ebbe ő nagyon gyorsan döntött, és azt mondta, hogy csináljuk, és akkor ezt így megbeszéltük, megtárgyaltuk, és valóban
Ugye azáltal, hogy volt ez a film, akik a filmben is benne voltak, két színészt nagyon szerettünk volna, ő a Balla Eszter, illetve a Márton András. És Márton András az, ami 6 vagy 7 szerepet játszik. Hát mindenki, sőt, talán többet is, mindenki többet. Ugye 16 jelenet van, amiben vannak 1 személyes, 2 személyes, 3 személyes és 4 személyes jelenetek, illetve nem is 16 novella van, de 18 jelenet van, mert van, amelyik szét van szedve. És akkor ugye, amikor elkezdtük ezt így kitalálni, hogy lehet ezt egyszerre művészileg és gazdaságilag működő produkcióval tenni. Hogy lehetett volna 4-nél kevesebb szereplővel megoldani, ez lett volna a nagy kihívás. Igen. De sajnos nem lehetett. Igen, de nem, de nagyon örülök, hogy 4 szereplő, van egy zenész is, már Márkos Albert csellista, aki a zeneszerzője is az előadásnak. És akkor jött az, hogy kitaláltuk, hogy akkor ezt úgy lehet jól megcsinálni, hogy van egy fiatalabb színésznő, egy fiatalabb színész, egy idősebb színész és egy idősebb színésznő. És akkor elkezdtünk ezen gondolkodni. És hát valóban, ahogy a Kati mondja, az idős színésznőre nekem elég gyorsan lett egy elég határozott elképzelésem. És ez azért volt, mert én még színikritikus életemből 10 évvel ezelőtt. Majd aztán beszéljük meg, hogy mi minden nem voltál, mert elképesztő hányféle dolgot csináltál már. Szóval, hogy akkor én 10 évvel ezelőtt a Poszton láttam egy előadást, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színháznak a Színésznők című előadását, és abban tulajdonképpen azt hiszem azért láttam ezt az előadást, mert arra volt jegy. Tehát ugye a Poszton ez gyakran van ez, hogy az ember azt látja, amire bejut. És akkor én erre bejutottam, és hát így nem tudom, nem kaptam levegőt, hogy nem találtam szavakat, hogy én őt láttam, és soha életemben nem hallottam róla, hogy ő van, és egyszerűen olyan hatással volt rám, és annyira megdöbbentem, hogy... És hogy hívják az illetőt? Ecsedi Erzsébet. És hogy egyszerűen, amikor ez felmerült, és láttuk, hogy mindenképp kell egy idős színésznő, és akkor én mondtam, hogy higgyétek el, hogy ő az. És aztán végül is nem kellett sokáig győzködni senkit. És hát aztán a bemutató hetén, tehát a főpróba héten, a Péter, Földvári Péter odajött hozzám, és azt mondta, hogy de figyelj, nagyon-nagyon köszönöm neked az Ecsit, hát Ecsedi Erzsébet. Tényleg szenzációs. Hát, hogy ez csodálatos dolog, hogy ő nálunk játszik. De és nem akarom kifelejteni Mohai Tamás sem, aki a fiatal színész, a fiatal férfi színész a darabban, akit egyébként a Hadszín ajánlott, és hát egy fantasztikus, tehetséges és izgalmas játszótársa a többieknek, és tényleg egy... Szóval én azért is nagyon örülök ennek az előadásnak, nem csak azért, mert tényleg én is, bocsánat a szerénytelenségért, de úgy érzem, hogy tényleg jól sikerült, és nagyon szeretik a nézők. Hát ez pompás lehet, hogy testet ölt az, amit igen, de az, hogy elképzeltél. Így van, de hát ez nekem nagyon nagy élmény, de hogy ez nagyon, nagyon jó látni azt, hogy akik benne vannak, azok szeretik élvezik csinálni, és egymással is szeretnek dolgozni, és az egész átlengi valami jó atmoszféra. És akkor ez egy olyan kezdet, aminek lesz folytatása, mert beleszerettél a műfajba? Mert egyébként én nem az összes novelládat olvastam, hanem csak amiket az internetről le lehetett szivornyázni, a 4-5-öt, de abból azért egy alapos flash-t kap az ember, hogy milyen területen mozogsz meg, hogy mi a te jellegzetességed, és hogy ebből azt lehet levenni, hogy ezek erősen dramatikusak már önmagukban is. Tehát amikor irodalomként nézek rá, akkor is azt látom, hogy hopp, jön egy baromi nagy csavar, hogy nagyon párbeszédes, tehát hogy innen egy ugrás lehet az, hogy akár lehetne színdarabokat is írni. Hát van most ilyen tervem, miközben egyébként a novellákat is szeretném folytatni, tehát vannak is már újabb novelláim, de hát ugye ez olyan dolog, hogy az ugyanerre a srófra járnak? Hát... Kicsit abszurd, kicsit mindenféleképpen van valami nagyon nagy csavar. Tehát hogy elindul egy történet úgy, hogy az ember elandalodik rajta, és aztán egyszer jön valami bum.
Hát nem mindegyik ilyen azért. Nyilván sok ilyen, de van, ahol egyszerűen a szituáció maga abszurd, és nem kíván olyan mértékű csavart a végére. Hát nem akarom azért azt se, hogy egy kaptafára menjenek, tehát nyilván próbálom a hatásnak a különbözőségét keresni, de hát, hogy mondjam, ez egy nagyon nagy élmény, nagyon nagy öröm, amikor az embernek az írásait szeretik. Hát, miért nem másik kiadóval adattad ki? Miért saját magatokkal? Hát nem merszed? Hát, ha nem kell másnak? Hát, hogy mondjam, ugye két fura döntést lehet hozni. Az egyik, ha van egy saját kiadóm, és elviszem máshoz, a másik, hogy ha van egy saját kiadóm, és azzal adatom ki a sajátomat. Tehát ez mind a kettő fura. És csak akkor az egyikben van rizikó, hogy visszaküldik. A másikban magadnak Igen. Nem küldöd vissza. Hát olyan értelemben ebben is van rizikó, hogy ugye az ember a saját renoméját a munkatársai között könnyen le tudja rombolni. És az nyomasztóbb is. Ez abszolút nyomasztó. Tehát amikor ott van egy... Tehát hogy mondjuk ha ezek megbuktak volna, ezek a könyvek, akkor azért úgy nehéz lett volna úgy másnap a kiadóbeli kollégák elé állni, hogy hát, hogy mondjam, ahhoz valamennyire értünk, hogy mi a jó a másokéba, de a sajátunkban van, nem. Úgyhogy tehát lekopogom, szerencsém van ezzel, hogy ez... Adtál döntési szabadságot a szerkesztő kollégádnak, hogy nagyon, mondja nagyon. Meg, hogy Laik Eszter kell, volt, vagy nem kell? Laik Eszter volt a szerkesztőm, és hát ő nagyon-nagyon sokat segített, és egyébként mindenki ebben az egész... Ő írt az előszót, nem? Ő írt az előszót, igen. Igen, ő írt az előszót, és igazából ez... Én rájöttem arra, hogy szerintem nagyon fontos az embernek nem annyira maximálisan hinnie magában. Tehát egyszerűen muszáj... Kicsi legyen, arccal a dolgok. Igen, muszáj, hogy kételj legyen, és muszáj, hogy másoknak a szemét odaengedni, mert ez borzasztó sokat segít, és borzasztó... fontos nem megfülödni a saját nagyszerűségünkben, hanem... Egy jó szerkesztő olyan gyorsan óvodását tudja asszalni az embernek az önbizalmát. De így is kell. És tehát hogy az egyik ugye a Laik Eszternek nagyon sokat köszönhetek ebben a tekintetben, a másik pedig Enyedi Éva, aki a darabnak a dramaturgja, aki ugye képes volt arra, hogy az én rövidnek tűnő írásaimnak is a felét kihúzza, és azt mondja, hogy ez túl van beszélve, ez nem kell, ez ugyanaz el van mondva már, nem kell még egyszer. Tehát, hogy és engedted? Nyelted? Abszolút, nagyon is. És hogy lett te kommunikációs szakember, hogy... És mit segít az? Kereskedelmi tévénél, Városháza, hogy működött ez? Én eredetileg újságíró szerettem volna lenni, és voltam is. Hol? Hát én kommunikációs szakra jártam az ELTE-re, és utána a Népszavánál voltam újságíró gyakornok. És megutáltad? És aztán nem, hanem nekem volt egy ilyen nagyon érdekes élményem, hogy én nagy újságolvasó voltam, meg nekem a családomban hagyományai vannak az újságírásnak, a nagyszüleim, a nagypapám is, nagymamám is. Újságírók voltak, és akkor nekem volt egy ilyen pillanat, amikor úgy gondoltam, hogy én újságíró leszek, politikai újságíró. Hiszen Rényi Péter az egyik legnagyobb hatalmú politikai újságíró volt a Népszabadságnál. Igen, és hát én, ugye ez valamikor a 90-es évek vége, 2000-es évek elején volt, és nekem, és akkor én egyszer csak rájöttem arra, hogy akkoriban az újságírás a Magyarországon volt valami fajta elvárása, hogy az újságíró az független. És lehet véleménye, de az, amit csinál, abban objektívnak kell lennie. És én nekem elég markáns képem volt a világról, és úgy éreztem, hogy én nem tudnám ezt csinálni. Hogy rájöttem arra, hogy én erre nem vagyok alkalmas, mert
mert nem lennék ebben jó, mert elfogult lennék. És ha hát van olyan műfaj a publicisztika, ahol ezt megteheted. Hát hírújságírásban nem igen, lehet. Hogy azt éreztem, hogy hírújságírásban, amit én azt képzeltem, hogy azt akarom csinálni, hogy ez abban én nem lennék jó. És tulajdonképpen innentől elindultam két irányba. Az egyik az, hogy nem csak újságírással foglalkoztam, vagy az újságírástól elkezdtem átnyergelni kommunikációs területre. A másik pedig, hogy az újságíráson belül eltávolodtam ettől a közéleti vonaltól. Tehát én például nem bántad meg egy percre sem? Nem bántad meg. Voltam például a Playboynak főszerkesztő helyettese egy időben, és írtam színikritikákat, és írtam médiakritikákat, és hogy mondjam, jobb úgy élni, hogy az ember nem elrejti a véleményét, hanem együtt él vele. Jó, sokat változott most már a sajtó. Igen, ma már ez nem lenne probléma. Igazából nem előnyére. Nem, de hogy mondjam, ezt nehéz megítélni, hogy mi előnye, mi hátrány, nekünk nem előnyére. Ugyanakkor meg azt is el lehet fogadni, hogy most már egy csomó ilyen nyílt sisakkal vállalt valamilyen orientációjú lap van, és oda simán el lehet menni, és egyébként, ha az igazat írod, tehát tényszerűen vállalható, amit csinálsz, akkor megjelenik veled a véleményed is. De minden esetre szerintem nem rossz a választás, hogy részint van egy könyvkiadó, amelyik most már egyre inkább masszív lábakon áll, és egyre híresebb, és gondolom egyre jövedelmezőbb, ugyanakkor megcsinálom. Erről azért árnyaltabb a kép a mai nehéz időkben, de hál' Istennek. Én csak abból ítélek, hogy nagyon sok címet jelentettek, meg ilyen 130 körül vagytok, nem? Azért az nem... Hát 100 körül évente. Igen, hát azért az egy jelenlétnek, egy piaci jelenlétnek igen, számít. Igen. És amennyire tudom, nagyon sokat nem költötök a saját intézményi struktúrátokra, tehát hogy nincs... Ennek van híre? Székház, meg ilyesmi, ezeket hallottam, igen. A ti szakmai hát de ugye nyilván nagyon jó munkatársakra költünk, papírra többet is, mint szeretnénk, nyomdaárra többet is, mint... Hát azért ez nem e-könyveket is csináltok? Már azt nem figyeltem. Csinálunk e-könyveket, de Magyarországon az e-könyv az nem akkora. Nem, még nem, még nagyon nem. Hát két oka van ennek szerintem. Az egyik, hogy ugye az e-könyv szolgáltatásnak számít, és nem 5%-os, hanem 27%-os rajta az áfa. Ó, ezt nem is tudtam. Ezért ez milyen marhaság? Nem tudom, így van, és ezért az árkülönbség az nem markáns a kettő között, és hát ugye Magyarországon kulturálisan is van a birtoklásnak egy hagyománya, tehát hogy ha már hát az én generációm az imádja megfogni, sőt, a polcot is szereti hát de ez, a könyves de egyébként polcot. Szerintem ez a fiatalabb generációknál is még megvan, ez a legyen saját lakás, legyen saját autó, ezek vannak. Mert ezt adjuk át, de azért ez igen. Most már kopóban van. Kopóban van, de nem olyan sebességgel. Nem tudom, tudod, amikor a színművészeti egyetemen, vagy főiskolán, ahogy tetszik, tanítottam még akkor, én ott a saját tanítványaimtól értesültem, mert leforgatták az első carsharinget, tehát hogy sokkal kevésbé ragaszkodnak, akik azért nálatok 20 évvel fiatalabbak, az igaz. Tehát, hogy más dolgok a fontosak számukra, ezért igen, gondoltam. Igen. Én bennem sok konzervatív attitűd van, de közben meg például ezeknek egy részével nagyon tudok azonosulni. Az a bringa nem a tied, amit itt de. Azért kérdezte, megláttam a biciklit, nem mondom, hogy jaj, már megint a mai riportalanyunk az bringával érkezik, és tényleg, hát a te korosztályod biciklivel jön, de te azért fölveszel egy Pierre Cardin zakót magadra. Ebből arra következtetek, hogy... Hát megtisztelem nekem nem szóltatok, hogy csíkosba kell jönni, úgyhogy... Neked is hozhattunk majd egy matrosz. Legközelebb hozunk neked egy ilyen tengerész pólót. Ja. De még van egy perc, úgyhogy gyorsan még megkérdezem azt, hogy miért nem tudsz elszakadni a PR munkától? Mert hogy még most is csinálod, én azt hittem, hogy egy epizód volt az életedben. Nem, én az RTL-nél a PR-oskodás, hogy nem lehetett egy hálátlan dolog, mert akkor még piacvezető is volt az RTL.
Igen, én foglalkozom, de most a Városházán dolgozom kommunikációs főtanácsadóként, és én, hogy mondjam, ezzel próbálom szolgálni azt, amiben egyébként hiszek, és... A közéleti érdeklődésedet? Közéleti érdeklődésem. Itt éled ki ezek szerint. Igen. Hát azt mondjuk, hogy sok sikert az irodalomhoz, meg sok sikert mindenütt, ahol meg a kislányok felnevelés. Nagyon na szépen ja, persze. Köszönöm. Hát nagyon köszönöm. Szép köszönöm, vállalás az ilyen. Köszönjük. És a kulturális termék megjelenítést ne felejtsék el Rényi Ádámnak, olvassák a mindkét novellás kötetét, mert hogy habozás nélkül megállapíthatjuk, hogy nagyon jól fognak szórakozni, amik a kezükben van. Díba Zsír jövő héten? Rubin Eszter jön. Hú, már megint egy könyv. Mi van, valami Margó Fesztivál? Igen. Vagy nem tudom, micsoda. Na jól van, köszönjük szóval nézzenek minket, akkor is viszontlátásra. Köszönöm.